Ág István eredeti nevén Nagy István, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és József Attila díjas magyar költő, Nagy László édestestvére. Korunk egyik legjelentősebb költője. Versei az életútját végigkísérő, szépség és lelkiség gazdag tárházai. Több fontos momentum határozza meg költészetét, ebből talán az egyik legmeghatározóbb a gyermekkora. Engem nagyon meghatározott a fizikai munka, a földművelés, mert a szüleim földművesek voltak, és én minden munkát végig kellett, hogy csináljam, mert már kisgyerek, hát nem úgy kisgyerek, de már éppen, hogy csak bírtam a kaszát, és arattam. Ez egy nagy erőt adott, azt hiszem, hogy úgy is nevezhetném, hogy önbizalmat adott, mert kipróbáltam magam. A 80 éves költő verseit a rendezvényen Rátóti Zoltán színművész adta elő. Micsoda boldogító perceket köszönhettem a hazaszeretetnek. A színművész elmondta, szerinte a verseknek különleges zenéje van. Többször olvastam már több alkalommal verseit, és azt érzem, hogy nagyon könnyen tanulható, könnyen jönnek a képek és a szavak is egymás után, tehát úgy van összeszerkesztve, ami egy vers esetében ugye nem szerkesztés, hanem egy ihlet. Az irodalmi esten a költővel Pécsi Györgyi irodalomtörténész és Bicskei Zoltán, az est szervezője beszélgetett.